Stabil költségvetést sikerült összerakni, ami tükrözi a választási ígéreteket, értékelt Bokányi Adrián. A költségvetésért is felelős tanácsnok az út, híd és járda felújításra, a park fenntartásra, a házi orvosi életpályamodellre és a közösségi bérlakásrendszerre szánt tételeket emelte ki. Horváth Csoma alpolgármester elmondta, júniusra várnak beszámolót a Szompark ügyvezetőjétől. Sikerült-e a 90 millió forintos költségvetési többletforrásból az eszköz és személyi állományt fejleszteni, a munkákat optimalizálni. Közölte, hogy őszre elkészülhet a közvilágítást a fényviszonyok alapján működtető alkonykapcsoló. Nő a kulturális és civil alap összege, a karnevál szervezésére pedig 57,5 millió forintot biztosítanak. László Győző a költségvetés fontos elemének nevezte a közösségi bérlakásrendszert és a házi orvosi életpályamodellt, amelyre már jelentkező is van. Úgy véli, az ELTE-nek nyújtandó 200 milliós támogatása garancia arra, hogy fejlődik a szombathelyi felsőoktatás. Van költségvetése a városnak, ami jó dolog, de nemmel szavaztak a koncepcióra, kezdte tájékoztatóját Illés Károly. Fejlesztési forrást kizárólag a Schefflertől kapott 2 milliárdos ingatlan vételár jelent, az útalap 2,2 milliárdos keretéből 546 millió forint pedig a tavaly el nem költött összeg, jegyezte meg a Fidesz-KDNP frakció vezetője. Kritikaként fogalmazta meg, hogy a büdzsében nyoma sincs a sárga és a zöld övezetekben való kétórás ingyenes parkolásról szóló választási ígéretnek. Szerinte indokolatlan a Média Központ plusz 34 milliója, és túlzó a sportiskola támogatása, miközben a HVS-e, ahol olimpikonok felkészülése folyik, nem kapott többletforrást. A közgyűlés több módosító indítványukat is leszavazta. Leszögezte, Török Tibortól, a Média Központ megbízott igazgatójától azt várják, hogy változást hoz, és biztosítja az objektivitást. A költségvetés egy élhetőbb, tisztább város iránti akaratot tükröz, mondta Tóth Kálmán. A sport továbbra is kiemelt terület, igyekeztek igazságosan az eredmények ismeretében elosztani a forrásokat. Nőtt a kis egyesületek működési és rendezvény támogatása. Az Éjjel-Szombathely frakció vezetője hangsúlyozta, hogy ki kell egyenlíteni a választókörzetekre jutó útfelújításokat, és egyenként tárgyalnak majd a képviselők ez irányú indítványairól. Kelemen Krisztián a közbiztonsággal kapcsolatos költségvetési tételeket sorolta. 20%-kal nőtt a rendőrség támogatása. 2 milliót kap a katasztrófavédelem, 2,2 milliót a polgárőrség, 2,5 millió jut a bűnmegelőzési cselekvési terv végrehajtására, és 1,4 millió a barna hús modellre. A parkerdei illegális hulladéklerakás megakadályozása érdekében pedig növelik a köztéri kamerák számát. A feltételekhez képest a legjobb költségvetés készült el, ugyanakkor a szolidaritási adó emelkedése, az iparűzési adó körüli bizonytalanságok és a kulturális TAO kivezetése még okozhat problémát, értékelt Kocka Tibor a Prószavária képviseletében. A 200 milliós ELTE támogatás fejében elvárná, hogy az egyetem letegyen egy koncepciót az asztalra arról, miként kívánja növelni a hallgatói létszámot és milyen szakokat hozna Szombathelyre. Üdvözölte a házi orvosi életpályamodellt, és jó megoldásnak tartaná, ha a kórházzal egyeztetne a város az ügyeleti ellátásról.